1848 tavaszán forradalmi hullám indult el Európában, köztük Magyarországon is. A február 22-i párizsi forradalom híre március 1-én érkezett Pozsonyba a rendi gyűlésre. Kossuth a párizsi forradalom hírére felirati javaslatban követelte a kötelező örökváltságot, az új alkotmányt nem csak a magyaroknak, hanem a birodalom többi népének is, valamint a népképviseletet, a független nemzeti kormányt, a jobbágy felszabadítást és a törvény előtti egyenlőséget. Március 13-án kirobbant a bécsi forradalom. Az udvar az országgyűlés feloszlatását mérlegelte, és István Nádort Bécsbe rendelték, hogy ne tudja összehívni a felső táblát. Kossuth ekkor a pesti radikálisokhoz fordult, arra bátorította őket, hogy követeléseikkel gyakoroljanak nyomást az országgyűlésre. Március 15-én pedig kirobban a pesti forradalom, a márciusi ifjak Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór, Degré Alajos, Vidacs János még március 14-én este a Pilvax kávéházban elhatározták, hogy a követeléseknek másnap utcai tüntetéssel adnak hangot. A forradalmi csarnokból kilépve legfőjebb 15-en lehettek, néhány óra múlva viszont Pest utcáin addig soha nem látott 20 ezres tömeg hömpölygött. Petőfi és társai először az egyetemre indultak, ahol az ifjúság csatlakozása után mintegy ezren folytatták útjukat Landerer Lajos nyomdájához. Itt Irinyi József a nép nevében lefoglalt egy gépet, és kinyomtatták a nemzeti dalt, valamint a 12 pontot. Délután 3-kor a Nemzeti Múzeumnál nagy gyűlést tartottak, majd az addigra összegyűlt tömeg a pesti városi tanácshoz vonult, és rábírta a tanács tagjait, hogy csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi választmány alakult, az ellenzéki nemesekből megalakult a Közcsendi Bizottmány, majd a tömeg megindult Budára, hogy a legfontosabb kormányszékkel is elfogadtassa a követeléseit, és kiszabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt. A helytartó tanács nem mert katonai erőszakot alkalmazni, hanem elfogadta a 12 pontot, és szabadon bocsátotta Táncsicsot. Pest forradalma ellentétben Párizséval és Bécsével vértelen forradalom volt. Este a Nemzeti Színházban a tömeg kérésére eljátszották a Bánkbánt. Az európai forradalmak miatt megingott a Habsburgok helyzete, az uralkodó 5. Ferdinánd engedményt tett, és elfogadta az országgyűlés határozatait, ezzel megszülettek az áprilisi törvények. Eltörölték az urbéli terheket, a cenzúrát, megvalósult a kötelező örökváltság, és megalakult Magyarország első felelős kormánya. Dr. Takács Péter egyetemi tanár, történész a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm, jó estét kívánok. Hát nagyjából ez az, amit a történelemkönyvekből meg lehet tudni az eseményekről. Én arra lennék kíváncsi, hogy vajon hogy nézett ki az a politikai közeg, akár a Magyarország szűk környezetében, akár európai viszonylatban, amikor a 48-as forradalom készülődött. Egy középiskolai vagy egy általános iskolai tankönyvben természetesen nem lehet olyan mélyre lemenni, mint ami a valóságban zajlik. De hát ez a forradalom elkezdődött már januárban Palermóban, Olaszországban. És Olaszországnak volt egy olyan vágya az olasz tartományoknak, amelyik egész Európát áthatott akkor. Azért egy szuverén nemzetállamot akartak, olasz egységet akartak. Németországban a majdnem frankfurti birodalmi gyűlés majd azért ül össze, hogy egy demokratikus Németországot teremtsen, meg egy egységes nemzetállamot. Franciaországban ezen már túl voltak, mert 1789-es forradalomban ezt végig csinálták, ott már a társadalom belső szerkezetét kellett megváltani. De egész Európa forrott, hát nem régen zajlott le a Schleswig-Holsteini konfliktus. Ebben benne ízott egy nagyon fontos feladat, történelmi kihívás, kényszer. A technikai civilizáció ekkorra már természetesen vette birtokba a vasutat, amelyik a városiasodást, urbanizációt, közlekedést felgyorsítva a nagyipart patronálta, tőke koncentrációt kívánt, stb. Ehhez viszont legalább nemzeti méretű területekre volt szükség. A feudalizmusban, a rendiség korában tartományi tagoltság volt. Ha Magyarországot veszük, ugye külön volt független törvényhatósága a hajdúságnak, külön a székelyeknek, külön Erdélynek, külön Horvátországnak, külön Magyarországnak. Ezek a regionális önállóságok, megyei autonómiák. Magyarország 61
néhány kis országból állt, mert mindeniknek volt egy törvényhatósága, megyegyűlése, ahol a saját területére vonatkozó rendeleteket bármikor hozhatta, és azok épp olyan szigorúan betartandók voltak, vagy talán még inkább, mint az országgyűlési törvények, mert ha 3 évet késett az országgyűlés betartatása, attól még a szolgabírónak nem lett baja, de ha a megyei döntést nem hajtotta végre, akkor könnyen számon kérhették. Tehát benne forrt ebben a szituációban, Magyarországon is, és máshol is, Európában, a polgári nemzetállam létrehozása, amelyiket a polgári jogegyenlőség is alá kellett, hogy támaszta. Tehát nincs már olyan, hogy jog nélküli, joghiányos társaság vagy térség, és kivételekkel rendelkező térség, mint Magyarországon volt, ugye arisztokrácia, középnemesség, kisnemesség, armalisták, stb. És volt a jobbágyság, a jogfosztott jobbágyság, és még azok alatt is voltak a csavargók, a vagabundok, Isten tudja milyen pásztorok és hegylakók is, egyebeket hagyd ne sorolja most ezeket a társadalmi mikro jelenségeket, de hát ebből kellett egy olyan nemzetet kovácsolni, amelyik jogilag egységes, amelyiknek ugyanaz a bíróság, ugyanaz ér a büntetésért, ugyanazt a bűnért, ugyanazt a büntetés szabja, amelyik ugyanúgy kezeli adózópolgárként vagyona arányában a nemest, az arisztokratát, a gyárost, a kereskedőt és a többit. Ezek polgári célkitűzések. Ezeket nem csak Magyarországon, az osztrák birodalomban, tehát Ausztriában, Csehországban, Morvaországban, Galíciában, Észak-Olasz tartományokban, Horvátországban épp úgy meg kellett valósítani, mint Magyarországon. Csak hát mindenik nép, mindenik nemzet egy kicsit másként, más szituációban áll. Hozzá még mindjárt befejezem ezt a gondolatsort. Volt két nagy problémája Európának. Az egyik a pángermánizmus, amelyik ekkor művészetben teljesedik ki, ekkor a legnagyobb a német irodalom, ekkor a német filozófia a hegeli magasságokban jár, és volt az orosz epika, a térségek, nagy művészete, Tolsztoj, Gogol, stb. Hagyj ne soroljam az orosz irodalom nagyjait, amelyik a szlávok összefogását próbálta megvalósítani, és tűzte ki célul 1825-től. Nem most 48-ba gyökerezik ez, Magyarországon is Széchenyi hitelével kezdődött, de hát előtte azért ugye etikailag, morálisan előkészítette ezt már egy Berzsenyi Dániel, aki az erkölcs fontosságát hangsúlyozza, előkészítette a magyar költészetben néhány ember, aztán majd rátette erre egy, a világforradalom nevében Petőfi egy olyan értéket, amit ma sem lehet kikezdeni, és ma sem lehet megtagadni, és hát természetesen ott volt Széchenyinek a hitele, amelyik nem csak közgazdasági, hanem az emberi hitelesség, az emberi moralitás fő kérdése. És hogy ne menjünk el már Szabolcs-Szatmár megyéből sem úgy, hogy a szatmári részről ne idézzünk meg egy embert. Ott volt Kölcsei a Parajnézis, Kölcsei Kálmánhoz című művével, amit 37-ben jelentett, írt meg és adott ki a kezéből, és másoltak százával, ezrével, amelyik az egyén számára szabta meg, hogy a polgári társadalomban mit kell csinálni. Tehát ezek együtt jelentkeztek 48. március 15-én, egy olyan pillanatban, amelyikben talán nem is a márciusi ifjak voltak a fontosak, hanem az az alkú, ami előtte megköttetett. Mennyi volt a realitása annak, hogy ez a forradalom győzhessen, vagy eleve bukásra volt ítélve? Nem volt eleve bukásra ítélve, ezt sokan felvetik, különösen az újabb kor történészei között. Azért nézze, Magyarországon mondta a tankönyvíró is, hogy nem kellett háború, nem folyt béra forradalom, egy békés alkú volt. Ez az alkú elkezdődött a párizsi forradalom után, azonnal meg már az olasz forradalom hatására a konzervatívok és a liberálisok között. Az Aponyi György vezette neokonzervatívok és az ekkor Batthyány Lajos vezette
liberálisok között. Nem véletlenül Batthyány lett a miniszterelnök, mi nagyon gonoszul félredobjuk őt a magyar történelemből és 48-ból. 1848. szeptemberig, amíg le nem mond Batthyány, a 48-as események fő irányítója Batthyány Lajos volt. Az más kérdés, hogy Kossuth forradalmi volt, és megtalálta merészen azt a hézagot is, amelyikben fegyveresen ellen tudott állni egy darabig a horvátoknak, az osztrákoknak és a többieknek, de kifelejtjük ebből az igazságügyi miniszter Deák Ferencet, akitől máig nincs jobb jogászunk és igazságosabb jogászunk, és ezért érdemelne minden bíróság elé egy szobrot, az ő alakja, és etikailag is olyan ember, aki kikezdhetetlen, akinek nem kellett a királyi aranykeret sem a Ferenc József és Erzsébet királynő fényképéhez, hanem visszaküldte az uralkodónak, hogy nem szükséges neki ilyen luxus. És hát sorolhatnánk itten a tömegét azoknak a fiataloknak és azoknak az időseknek, akik mellé. Volt egy szerencsés, látványos, forradalmilag kihasználható pillanata, március 15-a, a Petőfiék, a Pilbax, és ott is mondjuk még a nyomdász, a Hekenászék nyomdája, hogy hát foglald már le azt a gépet, az Isten áldjon meg. Nem volt felkészülve ez a társadalom a forradalomra, de a változás kényszere ott munkált mindenkiben. És hát csináltak egy szép március 15-ét, amit azóta is ünneplünk. Nem kisebb az érdemük azért, mert közben a konzervatívok félreálltak. Hány konzervatívot kellett kivégezni? Úgy tudom, hogy kettőt, ha az egyik a Lamberg, akinek a szívébe, vagy a szívébe kést nyomtak, ugye a Lánchidon, vagy hol, igen, nem a Lánchidon, hanem a Pesti hidon, a átjáró hidon, és a másik pedig az Icsi, akit a Görgei végeztetett ki. Nem volt jakubinus vérengzés itt, mert azok, akik korábban vezették a forradalom, vagy az országot, a konzervatívok, félreálltak. Március 7-én kapta meg Kemény Zsigmondtól azt a levelet Veselényi Miklós Zsibón, tehát 2-3 napot számítson előre, még március 4-e körül érkezhet, vagy írhatta meg, vagy 3-án ezt a levelet Kemény Zsigmond, amelyikben azt írta, nem publikálták sajnos még ezt a levelet sehol, azt írta Veselényi Miklósnak, hogy megvan a független felelős minisztériumunk. Nem mondott még neveket, de mondta, hogy nem hitték el Veselényiék se. Majd amikor megérkezik március 15-ének a híre, és megérkezik majd az, hogy Ferenc császár aláírta az országgyűlés küldöttsége által felvitt felirati javaslatot, és elfogadta a minisztériumot, Batthyányit előzetesen miniszterelnök neki jelölte, akkortól kezdve aztán megmozdul Veselényi is, és megmozdul minden ország. És még volt, hogy ezt hagyd mondjam még el 48-al kapcsolatban, mert ezt se szokták hangsúlyozni, mindig Pestre koncentrál mindenki. Egyetlen nagy szerencséje volt Magyarországnak, hogy volt körülbelül 40 olyan megyéje, amelyikben magyar többség volt, és ennek a 40 megyének a vezetőit, a konzervatívokat azonnal elküldték, példa erre akár Szatmár megye is, ahol teljes tisztújítás volt, vagy példa Szabolcs megye is, ahol egy-két konzervatív szolgabírót elküldtek, és a megyék a maguk évszázados, fél évezredes hagyományaival mögé álltak ennek vezetőikben, ennek a forradalomnak, toborozták a katonát, ha nem ment önként, akkor sorozták, összeszedték az élelmet, odaadták a pipájukról az ezüst kupakot, gyűrűt a esküvői gyűrűt az ujjukról, nyakláncot a hölgyek a nyakukból, hogy legyen pénz a forradalomnak. Szóval olyan összefogás áldozat volt itt az országban, amire példa nem volt. De hát ebben benne volt a 40-valahány megye, benne volt minden ember, és volt egy nagy ellenzéke is ennek a forradalomnak, elsősorban az ortodox görög-keleti nemzetiségiek, és hát máshol is megjelent a erdélyi szászok, a magyarországi németek sem mindenütt álltak be a sorba, de azért a forradalom pártján álltak, szóval ilyen csodálatos összefogás. 56-ban volt utoljára Magyarországon. De sajnos nem először sikerült, nem sikerült, és most nézzük meg azt a bejátszást, hogy hogyan verték le a forradalmat. Nem.
A honvédsereg 1849-es tavaszi sikerei ráébresztették az udvart, hogy egyedül már képtelenek úrrá lenni a helyzeten. Ezért Ferenc József császár 1849. május 1-én hivatalos levélben fordult első Miklós orosz cárhoz, amelyben fegyveres segítséget kért a lázadás elfolytásához. Miklós nem csak segédcsapatokat szándékozott küldeni, hanem egy olyan hadsereget, amelyik önmagában is képes letörni a honvédség ellenállását. Így 1849. június közepén több oszlopban közel 200 ezer fős orosz hadsereg tört Magyarországra. A magyarok számítottak erre, de bíztak az angol-francia diplomáciában, akik az európai erőegyensúly miatt azonban ragaszkodtak a Habsburg hatalom fenntartásához. A szabadságharc végül magára maradt. Az utolsó jelentősebb harcképes seregtest a Görgei vezette feldunai hadsereg feltétel nélküli fegyverletételére 1849. augusztus 13-án került sor Világosnál. Ezt a példát követte a többi mozgó seregrész is, majd sorra adták fel a várakat, legvégül október 2-a és 4-e között Komárom vára is a császári erők kezére kerül. Két nappal később, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, Pesten pedig az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Milyen nemzetközi politikai érdekek húzódtak itt a szabadságharc leverésének a hátterében? Igazán nem voltak nemzetközi politikai érdekek. A szentszövetségi rendszer 1849 után helyreállt, ugyanúgy, mint 1815-ben megalkották. Se a német egység nem sikerült, se az olasz egység nem sikerült, stb. Egyedül egy fontos jelensége volt ennek az utolsó periódusnak az orosz cártámadásra Magyarország ellen, amitől már megijedtek Angliában is, megijedtek Európában, más országaiban is, mert olyan hatalomra tett volna szert az orosz cár az osztrák-magyar területek bekebelezésével vagy meghódításával, és nem volt biztos, hogy mit akar itt az orosz cár. Ezért ez a 200 ezeres orosz hadsereg, ez abban az időben egy óriási erőt jelentett. Az oroszoknak mindig óriási seregük volt. Nagy Pétertől kezdve körülbelül ennyi kozák mozgott mindig mozgó hadseregként, és Napóleont legalább ennyien üldözték, és mentek elfoglalni, mint amennyire Magyarországra bejöttek. A pánszlávizmus első nagy szem emléje volt az orosz cár magyarországi tartózkodása, ahol a lakosság és a birodalom nagy része is szász volt, vagy szláv volt, na elnézést már dagok, és ortodox görög keleti, ezt soha nem szoktuk a forradalommal kapcsolatban elmondani, de a magyarországi és az erdélyi románok többsége ortodox görög, a szerbek mind ortodox görög keletiek voltak, és ezeknek a cezáropápizmus jegyében Moszkvából a pátriarcha és a cár adta az utasításokat, és ez volt az első szemle, amelyiknek következtében majd lett volna 19-ben és 1956-ban megvolt, 1944-45-ben megvolt az a szláv foglalás, amelyik annak a jegyében zajlott, amit itt Miklós meglátott is, 1825-ben trónra kerülésekor hirdette meg Oroszország álmát, ami azonos az enyémmel is, mondotta a világ szlávjait egyesíteni. És ennek a jegyében zajlotta. Milyen nemzetközi utóélete volt a magyar szabadságharcnak? Hát volt egy erős emigráció, amelyikben Kossuth kiemelkedett, és olyan csodálatos, szép eszméket, ideológiákat állított fel, a magyar viszonyokat figyelembe nem véve, a magyar országon zajló konfliktus felhalmozódott konfliktusokat, civilizációs különbségeket figyelembe nem véve, amelyik 2016-ig nem sikerült megvalósítani. Mert nem hiszem, hogy a Duna Konfederáció most létrejött, pedig most nagyon szorít a nemzetközi helyzet, de hát Kossuth megálmodta, olyan szép, hogyha megvalósulna, boldog lehetne Közép-Európa, de ahhoz még legalább 200 év kell, ha most nem sodornak el bennünket a migránsokon. Tanár úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.